Kisebb megszakításokkal immár 15 éve zajlik a magyarországi németek szépségversenye, ami azért sokban eltér a hagyományos szépségversenyektől, de sokban hasonlít is. Először ugyanis a tájra, ahonnét érkezik a résztvevő, abban a népviseletben kell megjelenni, aztán a következő fordulókban szabadidő ruhában, illetve estében kell kijönnie a lányoknak a színpadra. Az országosan élénk érdeklődéssel kísért eseménysorozat megérkezett az idén Bonyhádra, a Tolna megyei németség egyik fellegvárába. Abszolút elmondható az, hogy nem csak a város, hanem a környező települések lakossága is abszolút fogékony erre a programelemre. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 12 lány fogadta el a meghívásunkat, egész pontosan jelentkezett erre a mai programra, és azt láthatjuk, hogy akár csak pénteken és szombaton, ugye a mai napon is benépesült a rendezvény központ, és ezt nagyon jó látni. És azt pedig különösen jó látni, hogy ezáltal is sikerül a hagyományokat átörökíteni, megőrizni. A 12 jelentkező lány között volt több bonyhádi, illetve környékbeli is, akikért szoríthattak egészen estéig a nézők, míg a zsűri meghozta döntését. A szépségverseny győztese a Kurdról érkező Faragó Miriam lett, és a közönség nem kis örömére mindhárom külön díjat bonyhádi lány nyert el. Udvarhölgynek választották Rittinger Rebekát és Schlotthauer Renátát. A közönségtől a legtöbb szavazatot pedig a szintén helybéli Szabó Lili kapta.